Egy fiataloknak szóló pályázati lehetőségről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem Rozsnyai Anna projektvezető. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi is ennek a kreaktív ifjúsági pályázatnak a lényege? Ez a pályázat, ez egy online média pályázat, ami 18-tól 24 éves fiataloknak szól, akik három kategóriában tudnak nevezni. Ez írás, audiovizuális és digitális képalkotás. Ez a három kategória. Mi a célja ennek a pályázatnak tulajdonképpen? A pályázat az az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetségprogram által támogatott, és a Legjobb Vagyok tehetségmentoráló közhasznú non-profit Kft. Megvalósításával jön létre, és gyakorlatilag a célja az, hogy a tehetségeket felfedezzük, illetve a pozitív értékeiket támogassuk. Tulajdonképpen mi a fontosabb itt ennél a pályázatnál, hogy ugye az online média a témája, és az a fontos, hogy megnézzék, hogy mondjuk ki tud jó online cikket írni, vagy ki tud jó kis filmet csinálni, vagy az, amiről egyébként meg tartalmilag szól, hogy az önmegvalósítását elősegítse a fiataloknak. Tehát a szakmaiságot nézzük, vagy azt, hogy általában véve egy diák mennyire végzi jól az önmenedzselést, mint olyan. Azt gondolom, hogy a pályázatnak inkább maga a program a része, ami egy mentor program, amit a 15 kiválasztott, ugye kategóriánként 5-5-5 fiatal kerül kiválasztásra, és nekik lesz egy 5 alkalommal workshop, coaching, illetve egy tehetségtábor, egy 3 napos tehetségtábor, és egy 1 éves mentor folyamat, ami az ő programjuk. Így sokkal fontosabb az a fejlesztés, illetve a pozitív értékeknek az elősegítése ezeknél a fiataloknál. Meddig, hogyan, milyen formában lehet pályázni? A pályázati felhívás az január 1-től február 29-éig tart, tehát 29-éig tudnak jelentkezni a fiatalok. Ja, tehát mondjuk egy fiatal nézi otthon, aki 18 és 24 év közötti, azt gondolja, hogy mondjuk neki van tehetsége az újságíráshoz, mondani valója is van a saját korosztálya számára, akkor hol tudja megnézni, hova forduljon, mit tegyen? A www.legjobbvagyok.hu oldalon kell regisztrálnia, és oda tölteti fel a pályamunkáját, ami utána előzetes előszűrés alapján felkerül a kreaktív ifjúságnak a Facebook oldalára, és ott is nyilvánossá válnak ezek a pályamunkák. Mi lesz, ha a mentor, 15 kiválasztott lesz ennek a folyamatnak a végén, ők a kvázi nyertesek. A mentor program az pontosan miről szól, mitől jó egy fiatalnak, hogyha részt vesz ezen? A mentor programban 3 féleképpen végzünk fejlesztést. Az első az egy önismeret, tehát hogyan tudja megélni a tehetségét, illetve hogyan tudja felfedezni magába a pozitív értékeket, illetve kompetenciafejlesztésről, különböző készségek fejlesztéséről szól. Lesz egy elméleti része, illetve projektmenedzsment, ami a folyamat, tehát arról szól, hogy ugye minden projekt tehát hogyan tud folyamatokban gondolkodni. Igazából, amit ön most mondott, az tulajdonképpen mindenkinek jót tenne egy ilyen mentorprogram, nem? Én is azt gondolom, hogy nagyon kevesen vagyunk, vagy vannak tisztában annak, hogy mi a reális énképük, illetve a saját értékeiknek. És ez bizonyos keretek közé nem árt, ha szorítva van, illetve ha segítve van. Tehát most gyakorlatilag az történik, hogy adott mondjuk egy tehetséges fiatal, mert nyilván akit kiválasztanak, 15 fiatalt, ők azért valamiben tehetségesek, és ők a gyakorlatilag megtanulják azt, hogy hogyan éljenek a tehetségükkel, hogyan önmenedzseljék magukat. Általában véve mit látnak? Mennyire jók ebben a fiatalok? Én bevallom őszintén, nyilván én elsősorban újságíró gyakornokokkal találkozom, és igazából én a két végletet látom. Újságíró akar lenni, elméletileg neki oda kell állnia bárki elé, és megkérdezni őt bármiről. Ahhoz kell egy nagyon nagy magabiztosság, és ehhez képest látok ilyen kis nyuszikat, és a másik oldalon meg látok hatalmas öntudattal rendelkezőket, aki bejön első nap a televízióba, és mondjuk azt mondja, hogy hát holnap én szeretnék műsorvezető lenni, most kicsit sarkítva. Tehát a két végletet látom, az egészséges önbizalommal rendelkező, de mégiscsak alázatos fiatalokat valahogy kevésbé. De ez lehet, hogy csak az én tapasztalatom. Mi is ugyanezt látjuk. Igen, valaki azt hiszi, hogy egyből a bőrfotel az a
feneke alá kerül, valaki pedig visszafogott. Abszolút ugyanezt látjuk, és pont ezen próbálunk segíteni. Együttműködést, alázatot, vagy egyáltalán azt, hogy hogyan tud csapatban dolgozni, illetve azt, hogy gyakorlatban hogyan. Hiszen elképesztő mennyiségű információval rendelkeznek a fiatalok, tudással, amit azt gondolom, hogy nehezen tudnak gyakorlatban hasznosítani. És ez is az oka annak, hogy azt látjuk, hogy ez a kétfajta véglet alakult ki a fiatalok között? Tehát ez a rengeteg információ, nagyon sok impulzus, ami éri őket, és nehéz néha helyre tenni, hogy nagyon egyszerű példát mondok, azt látom, hogy valakit hétfőn még nem ismertünk, péntekre meg már idézőjelben sztár. Tehát ezeket az információkat nehéz a helyén kezelni, és betenni a saját életembe, hogy mi kell ahhoz, hogy ilyen sikert érjek el? Igen, és alapvetően attitűd, tehát attitűd függő is, vagy személyiség függő, de ezek fejleszthetők, illetve alakíthatók, hol hozzá kell tenni, hol pedig le kell nyesegetni belőle. Eddig a felhívásra kik jelentkeztek, és mi a jellemző, hogy honnan jelentkeztek inkább, az ország mely területéről? Országos a felhívás, és érdekes, hogy kevés pályamunka jött be, én azt gondolom, hogy ez az utolsó, kevesebb, azt gondolom, hogy az utolsó egy-két hétben fog ez megindulni, szerintem ez is mutatja azt, hogy a fiatalok... Szerintem segítünk mi is. Meg ez is mutatja, hogy a fiataloknak milyen a hozzáállása, hogy majd az utolsó pillanatban. Ez is város. Igen, és alapvetően ez a stressz is lehet motiváló hatású, hogy jó alkotások szülessenek, vagy a kreativitás akkor bontakozzon ki. Vegyes, hogy honnan jelentkeztek, kevesebb a budapesti lakos. Az mondjuk meglepő, már általában az információk a nagyvárosban jobban terjednek, jobban el szoktak jutni a fiatalokhoz. Hát akkor ezek szerint van még lehetőség pályázni. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.